Good morning, everybody, your excellencies, the ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Márta már felsorolta a méltóságokat, úgyhogy én mellőzöm a bonyolult megszólításokat, de mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Nagyon jó érzés karácsonykor konferenciára járni, mert én úgy gondolom, hogy ilyenkor mindenki szívét az adventi várakozás és a karácsony öröme, a karácsonyi várakozás járja át, és talán azok az üzenetek, amelyeket ezen a nagyon komoly és nagyon fontos kérdéseket körbejáró konferencián hallunk, talán még jobban megülnek a szívünkben egy ilyen érzelmi állapotban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, tisztelt hivatalvezető úr, hogy megnyithatom ezt a konferenciát, hiszen ez az elmúlt 12 évünk családpolitikai megfontolásaira épülő, vagy építő anyagi és eljárásjogi jogalkotásnak is gyakorlatilag az értékeléséről szólhat. 2010-ben, amikor hivatalba lépett a Nemzeti Konzervatív Kormány, akkor a társadalom politikájának a fókuszába nem meglepő módon a családot, mint együttélésünk és összetartozásunk legfontosabb keretét, és a nemzet fennmaradásának alapját helyezte. Az alaptörvényünk kimondja, hogy a családi kapcsolat a házasságra, illetve a szülő-gyermek viszonyra épül. Ezért Magyarország támogatja a gyermekvállalást, ezt talán önök is látják, hallják, nemzetközi összehasonlításban is hihetetlen méretekben, anyagi eszközökkel is támogatjuk a GDP közel 5%-ával a családokat, hogyha csak az az akadály, akkor az ne legyen akadály, de természetesen ez minden egyén saját döntése kell, hogy maradjon, ezzel a szabadsággal, de ezzel a segítséggel állunk mi a gyermekvállaláshoz. A családok védelmét pedig sarkalatos, tehát nagyon szigorú törvények szabályozzák a nemzeti jogunkban. Szintén szeretném azt is kiemelni, hogy alaptörvényi szinten került deklarálásra a családok és a gyermekek külön intézkedésekkel való védelme. Ezen alapelv alkotmányos szintű lefektetése kiemelten fontos, ugyanis mi magyarok hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki erejükkel ismét nagyjá tehetik 1000 éves nemzetüket, make Hungary great again, hogy csak egy klasszikust idézzek. És bízunk a közösen alakított jövőben és a fiatal nemzedékek elhivatottságában, melyhez az élet minden területén mi is igyekszünk segítséget nyújtani. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezen politikai tartalmú bevezető után engedjék meg, hogy egy szakmai termelési jelentéssel szolgáljak önöknek. A tolmácsoktól előre is elnézést kérek. 2014. március 15-én lépett hatályba az új polgári törvénykönyv, amelynek már része lett a családjogi szabályozás is. A PTK önálló családjogi könyve a Magyarországon kihirdetett, a gyermek jogairól szóló New Yorkban 1989. november 20-án kelt egyezménnyel foglalatokkal összhangban alapelvi szinten szól arról, hogy, és idézem, a családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek. Hangsúlyozom tehát, hogy a gyermek érdeke a családjogi szabályozás minden területén az elsődleges. Így különösen a szülői felügyelet, a gyámság, az örökbefogadás szabályainál a PTK kifejezetten rendelkezik a gyermek véleményének kikéréséről, a 14 év feletti gyermeknél pedig az álláspontjának figyelembevételéről. Ennek elég aktív napjait éljük ma, a miniszteri biztosasszonyra nézek, hiszen nyilván a jogalkalmazásban mindig vannak további kérdések, további részletek, de ezt egy nagyon jól összeszokott csapattal, én úgy gondolom, hogy a miniszteri biztosasszony kézbe vette, és megfelelően kezeli az állampolgárok és a jogalkalmazók legnagyobb nyugalmára és megelégedésére. Ugye a magánjogi, anyagi jogi szabályozás terén kiemelendő a szülői felügyelet szabályozása, amely kapcsán a PTK előírja, hogy a szülőknek tájékoztatniuk kell a gyermeküket az őt érintő döntésekről. Én is mindig szólok a gyerekeknek, hogy mit szándékozom velük tenni. Továbbá biztosítanunk kell, hogy az ítélő képessége birtokában lévő gyermekük a döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson. Törvényben meghatározott esetekben pedig szüleivel közösen dönthessen. Láthatjuk tehát, hogy a magyar polgári jogi szabályozásban a gyermeknek beleszólása van az őt érintő döntésekbe, s véleményét korára, érettségére való tekintettel, ezt azért nehéz eldönteni, de előszakemberek eldöntik, megfelelő súllyal kell figyelembe venni. A kiskorú gyermek vélemény nyilvánítási jogának erősítése az őt érintő eljárásokban jogszabályi szinten is nyomatékosan kifejezésre kerül. A PTK idén, augusztus 1-én, amit már említettem, hatályba lépett módosítása ugyanis előírja, hogy valamennyi szülői felügyelet gyakorlása iránti perben a bíróságnak biztosítania kell, hogy az ítélő képessége birtokában lévő gyermek lehetőséget kapjon a nyilatkozattételre.
Fontos azonban ezt hangsúlyozni, hogy csupán lehetőség és nem kötelezettség. Ugye mi egy folyamatos együttműködésben vagyunk gyermekjoggal foglalkozó civil szervezetekkel és szakemberekkel, hatóságokkal, és maga a bíróság is nagyon-nagyon jó partnerünk abban, hogy a jogalkalmazást tudjuk segíteni kölcsönösen. És ugye az ítélő képessége birtokában lévő kiskorú, hát ez a legnagyobb kihívás, én úgy gondolom, a jogalkalmazó számára, és minden olyan jó gyakorlatot megosztunk, és a bíróságokat is arra ösztönözzük, hogy ezt saját berkeiken belül is tegyék minél egységesebbé, hogy ez mindenki hasznára válhasson, és nagyon szépen köszönöm itt még egyszer biztos asszonynak azt a hihetetlen munkát, amit minden fórumon elvégez azért, hogy ne legyenek félértések, mind az ügyvédség, mind a civil szféra, mind a bírósági jogalkalmazás területén. Szintén lényeges változást hozott a PTK 22, tehát 2022. január 1-én hatályba lépett módosítása is, amely kiszélesítette a közös szülői felügyelet gyakorlásának a lehetőségét azáltal, hogyha a bíróság meggyőződése szerint azt szolgálja a kiskorú gyermek érdekét, akkor az egyik szülő kérelmére is már elrendelheti a szülői felügyelet közös gyakorlását. Kiemelendő az is, hogy közös szülői felügyelet esetén a bíróság a gyermek váltott gondoskodásban való nevelkedéséről is dönthet. Ez is egy olyan mérföldkő, korszakos változást hozott, amely egyébként már hosszú évek óta ott volt nagyon sok civil szervezet kérései között is, de itt is nagyon fontos volt, hogy a jogalkotói jó szándékot és az eddigi tapasztalatot, a több tíz éves tapasztalat, bírósági tapasztalatot ültessük át a jogszabályba, és hogy a jogalkalmazás a legnagyobb jóhiszeműséggel történhessen, és én úgy gondolom, hogy ez is a magyar joggyakorlatba viszonylag problémamentesen képes volt beépülni. Hatalmas változásról van egyébként szó, és ebben is nagyon szépen köszönöm Zsuzsának a munkáját, hogy az érintettekkel nagyon aktív párbeszédben volt folyamatosan, mert miniszterként, három gyerekes anyaként én úgy gondolom, hogy ha valamivel hozzá tudunk járulni ebben az időszakban ahhoz, hogy a családok élete még a konfliktusos helyzetekben is boldog lehessen a lehetőségekhez mérten, akkor mi ezt a jogalkalmazás, jogalkotás oldaláról igyekszünk megtenni, és olyan lehetőségeket adni az érintettek kezébe, amellyel a saját maguk életében, a saját maguk számára megfelelőbb megoldást tudják megtalálni. Szólnom kell arról is, hogy a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulása érdekében speciális eljárási szabályok kerültek bevezetésre, például a kiskorú meghallgatására tárgyalóteremben csak akkor kerülhet sor, ha azt maga kéri. Egyébként pedig valamennyi törvényszéken gyermek meghallgató szobák állnak rendelkezésre. Egyszer egy ilyen elvihetnétek, Zsuzsa. Gyermekbarát berendezéssel, mert kíváncsi vagyok, hogy néznek ki, ahol a legkisebbek is egyébként otthon érezhetik magukat. Itt hasonlít ez a gyermekbarát berendezés az áldozat segítő központoknak is a kialakítására, ahol sok áldozattá vált nő vagy éppen férfi a gyermekével érkezik, és akkor ebben a krízis helyzetben egy sokkal alkalmasabb, egy hivatali közegtől merőben eltérő barátságos közegben lehet a gyermekeket is fogadni. Ugye fontos azt is kiemelni, hogy a családjogi perekben a bíróság kérelem hiányában már a per legelején is dönthet az ideiglenes intézkedéssel, ugye a gyermek tartásáról, vagy akár a szülői felügyelet gyakorlásáról. Ez is egy nagyon hosszú gyakorlati igényt hivatott rendezni, amit a gyakorlat indokolt. Továbbá egyedülálló szabályozás az is, miszerint a bíróság a félként eljáró szülőt és kiskorú gyermeket szakpszichológus szakértői vizsgálaton való részvételre kötelezheti, hogy még megalapozottabb döntést hozhasson. Úgyhogy még egyszer ezúton is szeretnék köszönetet mondani az Igazságügyi Minisztérium falain belül működő családjogi munkacsoportok tagjainak, a sok-sok együttműködő partnerünknek, akik közül többen is itt jelen vannak, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és Popper Zsuzsa, a miniszteri biztosasszony vezetésével ők folyamatosan monitorozzák mind a szakma, mind pedig a civil szféra felől érkező jogalkalmazási problémákat, és azok megoldására megfelelő javaslatokat dolgoznak ki. Azért egy olyan terepen vagyunk, ahol az ember ugye nem tud 100%-osan megfelelni. De az összes ilyen munkacsoport ülést azzal szoktam kezdeni, hogy akik itt a teremben ülünk, mi mind jót akarunk, és jó szándékkal jöttünk, hogy egy nagyon fontos problémát tudjunk megoldani. És én úgy gondolom, hogy az elmúlt 2-3 esztendőben sikerült ezt a nagyon jó, konstruktív, szellemű együttműködést kialakítani, még abban az esetben is, amikor néhány munkacsoporti tag nem feltétlenül ért egyet a nemzeti konzervatív politikai célkitűzésekkel, de mivel közös célunk van a gyermekek védelme érdekében, hogyha például a perjogi szabályozás hatékonyabb átételéről beszélünk, ezért partnerekre leltünk minden civil szervezetben, ilyen tekintetben. Úgyhogy köszönöm az ő hozzájárulásukat is.
Ugye a határon átnyúló családjogi ügyek szabályozása terén azt szeretném még kiemelni, és ezt szintén az élet tapasztalatok alapján tartom rendkívül fontosnak ezt a változást, hogy most már a magyar jog lehetővé teszi, hogy a jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelét elrendelő magyar bírósági határozatok végrehajtásának megszüntetését is. Rosszul kezdtem a mandatot, de nem feltétlenül kell csak úgy csukott szemmel végrehajtatni azonnal egy külföldi határozatot, hiszen nagyon sok körülmény változhatott a sok év alatt a felek élethelyzetében, amelyek kihatással lehetnek egy sokkal korábban hozott határozatnak a végrehajtására a kiskorú érdekében. Ezt is nagyon fontos hozzátenni. Tehát ez még több lehetőséget ad a magyar bíró kezébe, hogy bölcs döntést hozhasson. Büszkén jelenthetem ki azt is, hogy a gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelzőrendszer mára már 4 szintűvé vált, hiszen az helyi, járási, megyei és országos szinten valósul már meg. A gyermekvédelmi jelzőrendszer működését és a gyermekvédelem különböző szereplőinek együttműködését jelentős mértékben elősegíti a 2020. július 1-ével bevezetett gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer is, amely a szakemberek számára közös tudásbázist biztosít. A szörnyű győri tragédia vetített rá erre a hiányosságra, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer nem mindig zár hézagmentesen. Mi igyekeztünk minden tapasztalatot ebből a szörnyű esetből is leszűrni, és persze nem lehet azt mondani, hogy mindig minden tökéletesen működik, de a magunk részéről nagyon igyekszünk, hogy maga a jelzőrendszer, az összes érintett, aki a gyermekvédelemben részt vesz, az mindig tudjon arról, hogy az különböző párhuzamos eljárásokban mi zajlik, mi történik, és hol kell a gyermek védelme érdekében esetleg fellépni. És mindemellett már a PP-be is, tehát a polgári perrendtartásba is bekerült a bíróság jelzési kötelezettségének az előírása, amely rögzíti a jelzés megtételével kapcsolatban a bíróságnak is a fokozott felelősségét. Szóval, tisztelt hölgyeim és uraim, a magánjog területét elhagyva szeretnék szólni a büntetőjogi szabályozásról is, hiszen 2010 óta konzekvensen követett büntető politika szintén a jogalkotás fókuszába állította a család és a gyermek védelmét. És ugyan nem a mai konferenciánknak a témája, de ugye a magunk dicsérete annyira fontos, hogy nem bízhatjuk másokra, ezért el kell azt mondanom, hogy az elmúlt 12 esztendőben Magyarországon a regisztrált bűncselekmények száma 70%-kal csökkent. És különösen a személy és vagyon elleni erőszakos bűncselekményeknek a száma. Ezáltal Magyarország nem csak Európa, de a világ legbiztonságosabb országai közé tartozik. Egyébként dobogós helyezett Lengyelország is, itt van a nagykövet úr is, úgyhogy ez is hozzá, szerintem a konzervatív büntető politika, ugye azt szokták mondani, a jogágok közül a büntetőjog az egyébként definíció alapján az egyik legkonzervatívabb jogág, de ha ezt lehetett még fokozni, akkor mindent megtettünk, és ennek a következetes büntető politikának az eredménye is az, hogy 70%-kal csökkent a bűncselekmények száma. Erről most sok könyvet, tanulmányt is, és konferenciát is adtunk és rendeztünk, és Kónya István egykori kúriai elnökhelyettes úr vezényletével ezt folyamatosan egyébként tudatosítjuk is a társadalomban, és természetesen ezen minden nap dolgozni kell, és ebben a rendőrségnek, a bűnöldözési szerveknek és a bíróságoknak is hatalmas szerepük van. Úgyhogy köszönet és hála érte. Tehát vissza a családjog területére, ugye 13. július 1-én lépett az új büntető törvénykönyv hatályba, amely ugye számos szigorítást vezetett be, és kiemelt védelmet kívánt biztosítani a gyermekek számára, ezért több különös részi tényállásban is minősített esetté vált a 14, illetve a 18 éven aluliak sérelmére történő elkövetés, úgy mint, és most szörnyű dolgokat mondok, emberrablás, emberkereskedelem, vagy pedig a szexuális bűncselekmények esetében. Emellett több bűncselekmény, mint például az emberkereskedelem, gyermekpornográfia vagy zaklatás esetében is minősített eset lett, az elkövető a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve a közte és a sértett között fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve követi el a bűncselekményt. A BTK egy másik kiemelkedő újítása, hogy a gyermekek védelme érdekében kimondta, miszerint a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény elkövetője, ha a bűncselekményt a 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követte el, eltiltható bármely olyan foglalkozás vagy tevékenység gyakorlásától, amelynek keretében egyébként 18 évét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. Látjuk a tényállás részletességére, hogy szinte minden egyes helyzetet próbál kezelni és kizárni a
bűncselekmény. A BTK-ban természetesen több olyan tényállás is található, amelyek a fizikai, pszichikai és szexuális abúzust foglalják magukba, és amelyek a egészségére, és amelyek a családon belül emberileg és jogilag elítélhető cselekményeket teljes körűen felölelik. Mindezeken túlmenően az új büntetőeljárási törvény is, kifejezve és hangsúlyozva ennek a témának a fontosságát, külön fejezetet szentel a különleges bánásmódot igénylő személyekre vonatkozó szabályozásnak, melynek rendelkezései között találjuk például, hogy a terhelttel való szükségtelen találkozás elkerülése érdekében az eljárási cselekményt egy speciális helyiségben, például gyermek meghallgató szobában, vagy pedig telekommunikációs eszköz útján kell elvégezni. Ebben egyébként a COVID nagyot dobott úgy általában a bírósági eljárásokban, hogy telekommunikációs eszközök használata hihetetlen méreteket ölt most már Magyarországon, úgyhogy ezek az eszközök, ezek a technikai eszközök már adottak. 18 éven aluli sértett szembesítése például csak a hozzájárulásával rendelhető el, tehát ezek mind-mind kímélik a kiskorút ezektől a pillanatoktól, valamint, hogy a 14 éven aluli sértett esetén az eljárási cselekmény elvégzésére csak akkor kerülhet sor, ha az attól várható bizonyíték máshol nem pótolható, a szembesítése pedig egyáltalán nem rendelhető el. Az új büntetőeljárási törvénynek a hatályba lépése óta eltelt időszakban további a gyermekvédelmére kiemelt hangsúlyt fektető törvények is elfogadásra kerültek Magyarországon. Itt is csak néhányat szeretnék felsorolni. Például a BTK újra szabályozta az emberkereskedelem tényállását, és megemelte a gyermekprostitúcióval összefüggő tényállások büntetési tételeit. A BTK módosításával főszabályként a feltételes szabadság kizárását állapította meg a hozzátartozója sérelmére elkövetett 8 évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetőivel szemben kiszabott szabadságvesztés esetére. Ez is egyébként a győri tragédia vizsgálatának a közvetlen hatása. Bővítette továbbá a 14, illetve 18 éven aluliak sérelmére elkövetett el nem évülő bűncselekmények körét, valamint szigorította a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni büntetőjogi fellépésnek is a lehetőségét. Tisztelt hölgyeim és uraim, nem áll szándékomban itt most már tovább beszélni, mert gyakorlatilag ez a konferencia arról szól, hogy hazai és nemzetközi gyermekjogi szabályok jogalkalmazói tapasztalatait megosztjuk egymással. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Mindenkinek áldott, békés karácsonyt, boldog, sikeres családi örömökben, boldogságban, egészségben gazdag új esztendőt kívánok, és köszönöm, hogy megtisztelték intézetünket jelenlétükkel. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Gyermekjogi Napok nemzetközi konferenciáján. Igazán nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Mádl Ferenci Intézetet is szakmailag felügyelő miniszter, dr. Varga Judit megtisztelt bennünket a jelenlétével, és nem csak a jelenlétével, hanem azt, hogy támogatta ennek a napnak a létrehozását, ennek a platformnak a létrehozását. De miről is szól ez a platform? Azt gondolom, hogy a szervezők maguk nagyon jól reprezentálják ezt a bizonyos platformot, ezt a bizonyos együttműködést. Azt, hogy egy központi szervezet, tehát egy kormányzati szervezeten túl a különböző egyesületek, így a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület, illetve a Gyermekjogokért Egyesület is reprezentálja magát, és azt, hogy ennek a bizonyos ezeknek a napoknak egy egyházi intézmény ad teret, keretet. Hamarosan kitélek rá, hogy az egyháznak, a szentcéknek egyébként pont az ENSZ gyermekjogi egyezménye szempontjából igen nagy szerepe volt. Tehát ez a platform reprezentál egyfajta összefogást, és abban összefogást, hogy ezt a témát, ezt nagyon is fontosnak tartjuk mindannyian. Kiemelten szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen nemzetközi konferenciát megelőző tegnapi interdisziplináris napon a gyerekek is bevonásra kerültek. Tehát velük egy külön kerekasztal beszélgetés történt. Volt gyermekriporterünk is. Azt gondolom, hogy a hamarosan bemutatásra kerülő kisfilm, ami a tegnapi napról szólt, hajnalig vágták a kollégák, illetőleg készítették, hogy be tudjuk ezt mutatni Önöknek.
Tehát ez jól fogja ezt majd reprezentálni. Nem kevésbé azon 300 gyermek, akik rajzaikkal, illetőleg szövegeikkel járultak hozzá ezen rendezvényhez. Tehát kiemelten köszönöm nekik ezt a lehetőséget. A mai konferencián az ENSZ gyermekjogi egyezmény ugye van középpontban, és biztos vagyok benne, hogy ahogy a tegnapi nap, ugye a mai nap is sok minden el fog róla hangzani. Engedjék meg, hogy én egy Mádél Ferenc intézetes szempontból virágítsak rá egy további fontosságára ennek a bizonyos egyezményre. A Mádél Ferenc összehasonlító intézet egyik kiemelt célja az, hogy itt Európában, kiemelten Közép-Európában segítse a különböző tudományos közösségeknek az együttműködését, egybefogását. Nagyon megtisztelő számunkra az, hogy a különböző szomszédos országokból, közép-európai országoknak a képviselői nagykövetségei magas szinten képviseltetik magukat ezen a rendezvényen nagykövet uraknak, illetőleg a nagykövetségek képviselőinek külön köszönöm azt, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek ide. A Mádl Ferenc Intézetnek az elhivatottsága tehát ebben az együttműködésben kiemelt fontosságú, közép-európai fontosságú. És akkor itt mutatnám be ezt a bizonyos összefüggést az ENSZ gyermekjogi egyezményével. Ugyanis mi magunk, én magam ezt úgy élem meg, mint a Közép-Európához számos ponton kötődő egyezményt, értéket. Miről van itt szó? Azt talán köztudomás, hogy az ENSZ gyermekjogi egyezménye az egyik leginkább univerzálisnak tekinthető egyezmény. Talán egyetlen egy ország van, amelyik még nem fogadta el a mai napig ezt az egyezményt. Ez nagyon ritka, hogy egy egyezménynek ilyen jellegű hatása legyen. Ennek az egyezménynek, hogy ahhoz, hogy létrejöhessen, sok mindenre szükség van. Kell mögötte legyen egy koncepciónak. Kell olyan is, aki megírja ezt. Sok-sok hozzájárulásra van szükség a szöveg véglegesítéséhez. És e vonatkozásban egy közép-európai országnak, Lengyelországnak különösen nagy szerepe volt. Az egyezmény mögött álló szellemiséget, koncepciót Janusz Korczak lengyel orvoshoz köthetjük, aki a II. Világháború alatt Varsóban üzemeltetett árvaházat, és ő maga egy élharcosa volt a gyermekek egyenjogúságának. Tehát ez a koncepció, ez hozzá kötődik. Sorsa egyébként sajátosan közép-európai, hiszen kiállt a gyermekekért, elkísérte őket a koncentrációs táborba is, habár lehetősége lett volna elmenni. Mártír halált halt. De itt nem ér véget a közép-európai lengyel hozzájárulása ez a bizonyos egyezményhez, hiszen a gyermekjogi egyezmény első draftjának, ha szabad így mondjam, első tervezetének szerzője is Tadeusz Smiszczynski volt, aki a Poznani Jogtudományi Intézet családjogi munkacsoportját vezette. Ő maga nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a gyermekvédelem középpontjába a család kerüljön. Tegnapi nap is többen elmondták, nálamnál sokkal jobban a témához értők és kötődő szakértők, hogy a gyermekvédelem első számú pillére az maga a családnak kell lennie. Tadeusz Smiszczynskinek a hozzájárulása éppen ezért alapvető fontosságú. Nem elég azonban koncepció, nem elég első draft, de kellenek ugye, akik formálják ezt a szöveget, hogy csak ugyan univerzálissá válhassa. E vonatkozásban a Szentszéknek nagy szerepe volt a szöveg végső verziójának a kiemelésében. Hogy nem úgy alakult, hogy épp akkor a vezetője ennek a Szentszéknek, ugye II. János Pál pápa a lengyel pápa volt. Én azt gondolom, hogy ez az íve ennek az ENSZ gyermekjogi egyezmények rámutat arra, hogy mi közép-európaiak is olyan értékeket hordozunk, amelyek igenis univerzálisakká válhatnak, univerzálisak, és hogy ez a hozzájárulás, ha szabad így mondjam, büszkeséggel kell bennünket eltöltsön, nem csak büszkeséggel, de ugyanakkor felelősséggel is, hogy ezt az örökséget gondozzuk. Azt remélem, hogy itt a többi szervező mellett a Mádl Ferenc Intézet is hozzá tudott valamelyes járulni, ha más nem ennek a bizonyos platformnak a
létrehozásával, ezeknek a gyermekjogi napoknak a megszervezésével, hogy valamit tovább vihessünk ebből a bizonyos közép-európai örökségből. Én azt remélem, hogy a mai napon túl lehetőségünk lesz arra, hogy ezt a platformot, amelyik tehát kormányzati, civil, állami szervezetek, magyar és nemzetközi résztvevőknek a hozzájárulását próbálja egybegyúrni, tehát hogy ezt a bizonyos kezdeményezést tovább vihetjük a jövőbe is. Én ezt remélem, ezt kívánom, és hogyha kívánhat ilyet egy központi hivatalvezető a Jézuskától, akkor azt remélem, hogy jövőre is megrendezhetjük ezt a napokat, ezeket a napokat. Ehhez köröm, kérem az önök segítségét és miniszterasszonynak is a támogatását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterasszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Én is nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet és a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület szervezésében és a Gyermekjogokért Egyesület közreműködésével megszervezett kétnapos nemzetközi konferencián. Ez a rendezvény, ez a gyermekjogi konferencia úgy gondolom, hogy egy példaértékű és egyedülálló szervezés, hiszen mind a mellett, hogy egy teljesen átfogó képet nyújt erről a kérdésről nemzetközi szinten, gyakorlati és elméleti megközelítésben, interdisziplináris jelleggel, valóban egy egyedülálló és eddig nem létező rendezvényről beszélhetünk. És azért is kulináris ez a rendezvény, mert ennek a rendezvénynek a gyermekek nem csak a kutatás tárgyai, hanem ennek a rendezvények alanyai és aktív részesei is egyben. Több évtizeddel ezelőtt fogadták el a gyermekjogi egyezményt, amely, mint hallottuk, egy átfogó nemzetközi egyezményről van szó, és amelynek Magyarország is részese, és amelynek alapvető célja a gyermekjogoknak az egységes értelmezése és érvényesítése, a gondoskodás, ellátás, a védelem, a részvételi jogok tekintetében. És ezek közé, a pillérek közé nagyon-nagyon sok gyermekjogoknak minősíthető emberi jogok társulnak az élethez, a fejlődéshez, az életkörülményhez, a szociális biztonsághoz, a bántalmazástól, kizsákmányolástól való védelemhez, a részvételhez, a ügyeiket érintő kérdésben. Nagyon-nagyon sok pillérét, nagyon-nagyon sok területét lehetne ennek a kérdésnek felemlegetni. Én azt mondhatom, hogy jogászként a téma szempontjából alapvetően ismerem a közjogi és a magánjogi rendelkezéseit ennek a területnek, de alapvetően nem vagyok a gyermekjogoknak nagy szakértője. Viszont szülő vagyok, és szülőként is gyermekjogi szempontokat, ha másként nem, érzelmi alapon, ösztönösen, mondhatni anyai ösztön szempontjából érvényesítem. És hát, ahogy miniszterasszony is utalt erre, ahogy nőnek a gyerekek, ugye ez a részvétel joga, ez egyre jobban tudatosodik, és a családban is az érdekérvényesítésnek egyre markánsabb formái jelennek egyébként meg. Tehát ez a témakör egy kicsit olyan, mint a futball, amihez mindenki valamilyen szinten ért, vagy úgy gondolja, hogy ért, és azt hiszi, hogy biztosan tudja a megoldást. Tehát olyan területről beszélhetünk, amely a mindennapjainkat átszövi, és amely az egész társadalmat érinti. És ezért feltehető az a kérdés, hogy szabad-e, és helyes-e ezt ösztönösen művelni,
hiszen a jövő generációját és a jövő társadalmát építjük. A gyermekek egy védtelen és kiszolgáltatott réteget képviselnek, ahol az egyén és a társadalom felelőssége óriási. A több évtized alatt, megint visszautalva az egyezményre, a klasszikusnak számító gyermekjogi területek folyamatosan változnak, és a veszélyforrások átalakulnak, bővülnek. Például gondolhatunk itt a szexuális átalakító műtétekre, vagy az online térben megvalósuló atrocitásokra, de hát ezeknek a sorát lehetne folytatni. A klasszikus értékek megőrzése mellett tehát ezekre az új kihívásokra is válaszokat kell adnunk. Nagyon örülök én személy szerint is, hogy a konferenciát azzal a tematikával sikerült megszervezni, mely szerint a különböző tudományterületek elismert szakértői fejthetik ki véleményüket, és adhatnak válaszokat ezekre a felmerült kérdésekre a gyermekjogok széles palettáján. Ezeknek a mértékadói szakmailag megalapozott véleményeknek a disszeminációja pedig segíthet bennünket abban, hogy az ösztönöstől a tudatosság irányába mozdulhassunk el. Ezt az értékalapú és értékteremtő munkát nem csak a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület elnökeként tartom fontosnak, és az Egyesület is tartja fontosnak, hanem a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar dékányaként is. És talán itt szeretném most elsőként a nagy nyilvánosság előtt bejelenteni azt is, hogy a Miskolci Jogi Kar stratégiai céljának megfelelően a gyermekjogok kérdését prioritásként kezeli, és a jogásztársadalom számára 2023. szeptemberétől egy unikális nemzetközi gyermekjogi szakirányú továbbképzést fogunk indítani. Én nagyon-nagyon jó tanácskozást, tartalmas időtöltést kívánok a mai napra is, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Good morning. Szép jó napot kívánok, tisztelt miniszterasszony, kollégák, nagykövetek. Ez egy csodálatos lehetőség, hogy itt lehetek önökkel. Elnézést kérek, hogy tegnap nem lehettem itt, viszont nagyon nagy örömmel néztem a videót, és talán annak is örülök, hogy látom azt az alapvető üzenetet, amit átadnak, hogy a gyermek rendelkezik azzal a joggal, hogy komolyan vegyék. És hogyha össze kellene foglalnom az ENSZ gyermekjogi egyezményét és ennek minden következményét, akkor ez alapvető üzenet az, amit tudomásul kell vennünk, el kell ismernünk, hogy a gyerekeknek vannak jogaik, és a jogaik következtében jók van arra is, hogy komolyan vegyék őket. Azért hívtak fel, hogy egy nemzetközi báttekintést adjak a gyermekjogokat illetően, és mindez nagyon szép és csodálatos. Természetesen a gyermekek jogai akkor kapnak igazi értelmet, hogyha ott alkalmazzuk, ahol a gyermekek vannak, annak a közelében, ahol játszanak, ahol szüleikkel együtt vannak, vagy ahol a gyermekek gondba kerülnek, bajba kerülnek, szenvednek, vagy ahol egyáltalán észre sem veszik őket. Tehát a gyermek jogok értelme érdekében jól kell megértenünk, jobban meg kell értenünk azt, hogy miről is szólnak a jogok, és úgy gondolom, hogy ez a mai felszólalásom lényege, hogy a nemzetközi perspektívát jobban bemutassam, hogy jobban meg tudják érteni, mit is értünk az alatt, amikor azt mondunk, hogy nemzetközi gyermekjogok. És 1989-ben szeretném visszarepíteni önöket. Nem szeretnék egy nagy átfogó történelmi perspektívát felkínálni, csupán egy lépést menjünk hátrébb, hiszen napjainkban igen csak aggodalmaskodunk a gyermekek jogai miatt a 21. században.
Viszont a keret, amit használunk a gyermekek és a gyermekek jogaival kapcsolatban, egy teljesen más időből származik, az 1980-as évekből. A 80-as években a lengyel kezdeményezés követően a nemzetközi közösség a gyermekjogi egyezményt tervezte meg, vázolta fel, és ez a gyermek érdekeit, életét különböző aspektusból felfogta. Viszont egy olyan időben fogalmazták mindezt meg, amikor a gyermekek még egy másik világban nőttek fel, a gyermekek például nem online töltötték az idejüket. Nem kapcsoltak össze különböző generációk, ahogy ezt ma látjuk, és nem aggodalmaskodtunk annyira, legalábbis még nem akkor az éghajlatváltozás miatt, vagy a lányok különböző pozícióját illetően. Jelenleg már ezek a témákat érintjük, viszont a keretünk, amit használunk, a jogi keret egy másik időből származik. Ezen a dián láthatják az ENSZ-t, az ENSZ természetesen alapvető fontosságú a nemzetközi gyermekjogok kialakítása és fejlődést illetően, viszont a berlini falat is láthatják, hiszen ez az akkori hidegháború végét jelenti, és magyarországiak lévén minden bizonyan értik, hogy miről beszélek. Az egyezmény kidolgozása igencsak a nemzetközi viszonyok hatása alatt született, ami változott idővel. Ez az aspektus is valami, amit észben kell tartanunk folyamatos jelleggel. Ünneplésre is volt okunk, hiszen gyermekjogi egyezményt kötöttek, egy ENSZ egyezményt, méghozzá globális gyermekjogi egyezményt, és ez alapvető módon megváltoztatta a felállást, a játékot, hogy hogyan is nézünk, hogyan tekintünk a gyermekekre. Hogy össze kellene foglalnunk a változást, akkor három alapvető üzenettől függ az egész. Az egyik az, hogy a gyermekeknek jogai vannak, nem azért, mert ezt szeretjük, vagy mert úgy gondoljuk, mert hogy szükség van erre, hanem azért, mert emberi élőlények, akárcsak mindannyiunk. Ezt is mondhatják, hogy a gyermekjogi egyezmény következtében egyenlőnek tekinthetjük a gyermekeket, hiszen ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint bárki más. A második üzenet viszont az, hogy a gyermekek az emberi élőlények különleges csoportját alkotják, és nagyon jól tudjuk, hogy egy épp megszületett gyermek teljesen eltérő kategória egy serdülőhöz képest. Ezen túlmenően a gyermekeknek vannak szükségleteik, és bizonyos jogok kifejezetten egy harmonikus, teljes fejlődést hivatottak biztosítani. A jók ebben az értelemben kiegészítő jellegűek, és ki kell, hogy egészítsék ezt a fejlődést. Támogatniuk kell. Ez lenne a második pillér a nemzetközi gyermekjogi egyezményt, illetve a harmadik pillér pedig a gyermek kapcsolata a családjával. A gyermekek viszonyulnak a szülőkhöz, másokkal, akik felelősek a neveltetésükért, a közösségükkelhez, és azt is mondhatjuk, hogy mindezt a bővített család ernyője alá tudjuk összehozni. A bővített gyermekjogok nem szigetelik el a gyermeket a családjuktól, hanem el akarják ismerni azt, hogy a gyermekek hogyan viszonyulnak a családtagokhoz, és ezáltal jogaik gyakorlása is viszonyul és hivatkozik például a szülők jogaira és kötelességeire. Ez pedig egy fontos megállapítás, hiszen néha a gyermekek, vagy a szülők, vagy a család jogait úgy gondoljuk, tehát úgy gondoljuk, hogy a szülők, vagy a családok jogait fenyegetik a gyermek jogait, de nem erre hivatottak, hanem gyakorlatilag egyensúlyba hozzák és kiegyenlítik. Értem szerint, amikor nem megfelelően védik a gyermekek jogait, akkor a gyermekjogok csorbulása a szülőjogok csorbulásához is vezethet, ami potenciális jelleggel mindenképpen egy kihívó jellegű dinamika. Viszont erről ezt is mindenképpen érintenünk kell. A gyermekjogi egyezmény
azért van, hogy működjön, hogy alkalmazzák. Létezik, viszont a gyakorlatban kell átültetni, és jó néhány résztvevője van ennek. Természetesen klasszikus módon az államot nézzük, például az igazságügyi minisztert, vagy például az oktatásügyi minisztert, a társadalomügyekért felelős minisztert, ezen minisztériumok felelősek annak érdekében, hogy valóságosan megvalósulnak a gyermekjogok. Viszont a gyermekek olyan társadalmakban nőttek fel, ahol sok más résztvevő is létezik, akik ilyen vagy olyan módon kihatnak a jogaikra. Most pedig 30 évvel ezelőtthöz képest sokkal inkább tudatában vagyunk annak, hogy ezen résztvevők mind kötelességekkel is bírnak. Tehát mind állam és nem állami résztvevők felelősséggel rendelkeznek annak érdekében, hogy valóban gyakorlatba át lehessen ültetni. Gondoljunk csak egyházra, kórházra, iskolára, az igazságügyi rendszerre, a családra és természetesen a szülőkre. Az egyezmény sok jogot, sok rendelkezést érint, ami a fogyatékot illeti, játék lehetőséget, stb. De négy alapvető érték van, amely kontextusról függetlenül jelentőséggel bír. Akár családjogról beszélünk, vagy büntetőigazságszolgáltatásról, gyermekvédelemről, migrációról, vagy a digitális környezetről, e négy alapvető érték mindig is ott marad. Először is a gyermek legfőbb érdeke mindig ott van, ami mindig ott kell, hogy legyen a fejünkben, és ez kell, hogy a gondolkodásunkat meghatározza, amikor gyermekekről beszélünk. Egyúttal pedig ez mindig a jogokkal kell, hogy összefüggésben álljon, hiszen ezen gyermekjogi egyezménnyel most már nem csupán a gyermekek legfőbb érdekéről beszélünk, hanem a gyermekek jogairól. Tehát a gyermekek legfőbb érdeke az, hogy a gyermekek jogait tiszteletben tartsák, az, hogy megismerjük az eredetünket, annak az, hogy hivatkozni, hogy viszonyulni tudjunk a szüleinkhez, az, hogy védekezni tudjunk az erőszak ellen. Az erőszak elleni védelem joga viszont a következő alapvető értékhez, ez pedig azt akarja, hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy az emberi méltósága védelmezve legyen. Ez nagyon evidenciaként hangzik, viszont mindenképpen gondjaink vannak ezzel, főleg akkor, amikor az erőszak témát érintjük. Tudjuk, hogy a testi fenyítés, a gyermekek testi fenyítése rossz ötlet. Ezt nem kellene alkalmazni a munkahelyen, tehát az iskolában. Viszont a családi környezetben kissé kényelmetlenül érezzük magunkat. Valóban és tényleg mindig rossz lenne az erőszak kizárása a gyermeknevelésből? Ez egy olyan gondolat, és ez egy kérdés, ami szerte a világban relevanciával bír, és különböző válaszok adhatók erre, viszont a nem gyermekjogi egyezmény azt mondja, hogy nincs erőszak. Nem szabad erőszakot alkalmazni a gyermekek ellen, ezt soha nem lehet kimagyarázni. Más módon lehet és kell gyermeket nevelni, másképp kell róluk gondoskodni. Erőszak nem szabad, nem megengedett kontextustól függetlenül. És ez azt jelenti, hogy az emberi méltóságot tiszteletben kell tartanunk, és ez alapvetően arról szól, hogy egyenjogként kezeljük a gyermekeket, mint emberi élőlényeket. A harmadik alapvető érték, amely a Nemzetközi Gyermekjogi Egyezményből származik, az, hogy tehát különböző jogok származnak ebből, például a diszkrimináció elleni védelem, az, hogy minden gyermeket figyelme kell venni, nem csak a saját gyerekünket, hanem a menekült gyermekeket, a marginalizált, szélre kiszorított, fogyatékkal élő gyermekeket, minden gyermek emberi élőlény, és minden gyermek számít. Minden gyermek játszhat, minden gyermek meghallgattathat, és minden gyermeknek alkalmazni kell ezeket a jogokat. Főleg akkor, hogyha ez akkor főleg fontos, hogy a gyermek valamiféle fogyatékkal bír. A negyedik alapvető érték az, hogy a gyermek is résztvevő a társadalomban, résztvevő pedig természetesen a maguk társadalmában, maguk közösségében a gyermekek azért vannak itt. Ők viszonyulnak a szülőkhöz, a közösségek tagjaihoz, a társaihoz, a kórházhoz, az iskolához, az egyházhoz, és részt is vennek, résztvevők. És ezáltal a jogok arra vannak, hogy
a gyermekek társadalomban létjogosultság igazolják, tehát van részvételi joguk, egyúttal pedig el kell ismerni, hogy a gyermekek fejlődnek, gyorsan fejlődnek, és már nagyon korai zsengekortól kezdve képesek lehetnek a részvételre, és ezt meg is teszik méghozzá mindennapos jelleggel, és ezt is akarják tenni mindennapos jelleggel. Amit éppen összefoglaltam, ez egy univerzális narratívát ad erre már utalás, és volt csak egyetlen egy országban, amelyik nem ratifikálta ezt a keretet. Nem fogom megmondani most melyik, de hát ugye tudjuk. Európa, Magyarország, Lengyelország mind ratifikálták, elfogadták, hát természetesen, hiszen ugye innen is ered a kezdeményezés, és ez az univerzális narratíva nagyon erőteljes, de nem ez nem minden, viszont egy kitűnő kiindulópont. Bárhol is van az ember, bármelyik országban, ezekről az alapértékekről lehet beszélni, az emberi méltóság, a gyermekek érdekei és minden gyermeké. És éreztük, hogy ennek az elmúlt 30 évben milyen hatásai voltak, hogy amit ma reggel hallottunk a miniszterasszonytól is, az igazságszolgáltatási rendszerek sokkal gyermekbarátabbak, mint korábban a joggyakorlatban, sokkal jobban bevonják a gyerekeket, ugye az, gondoljunk az oktatásra, a klímára, a család ügyekre. Most már olyan is van, hogy gyermekbarát ítéleteket hoznak, tehát ilyen módon közlik az ítéleteket a bírók. 33 évvel ezelőtt nem tudtunk volna egy ilyen konferenciát szervezni, és most már ugye tanítás van, kutató munka zajlik, tehát ez egy univerzális narratíva, bár nem érti azért mindenki automatikusan, nem pontosan miről van szó, de ez mégis csak egy erőteljes, közös alapot biztosít mindannyiunk számára univerzális szinten. Ugyanakkor, hogy az igazi kérdés az, hogy hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy az 1980-as években megalkotott egyezmény, az abban foglaltak, valóban relevánsak maradjanak a 21. században, amelyik egészen más, mint a 20. század volt, és nagyon valószínű, hogy még inkább mássá válik, hogy haladunk előre az időben, ugye digitális környezetről beszélünk, és hát ugye biztosítani kell, hogy a gyermekek ott is megkapják azt a védelmet, amit szeretnénk. Aztán, hogy a klímaváltozás is hatással van rájuk, arra kényszerülnek, hogy más országba meneküljenek, éhségtől szenvednek, illetve, hogy nincsen hozzáférésük a vetőszolgáltatáshoz a klímaváltozás miatt, és ezek nem jövőbeli kérdések, ezek jelenlegi kérdések. Most kell biztosítanunk azt, hogy az ezzel kapcsolatos védelmük meglegyen, és hogy minden gyereknek meglegyen az erre vonatkozó védelme. Látjuk, hogy ezekkel a kérdésekkel nem csak a felnőttek foglalkoznak, hanem a gyermekek is aktivizálják magukat. Ők követelik, hogy cselekedjünk. Ők kiharcolták az útjukat, hogy benne legyenek a párbeszédben, és kívánják, és kikövetelik a kormányoktól, hogy igenis cselekedjenek, lépjenek. Említettem, hogy manapság nagyon sok civil szervezetről beszélünk, vállalatokról is. Feltetjük a kérdést, hogy mi az ő felelősségük a gyermekvédelemben. Hát, hogyha a digitális világra gondolunk, digitális környezetre, akkor most már sokkal jobban meg tudjuk fogalmazni, hogy mit várhatunk el a nagy tech cégektől és a kisebbektől is. Viszonylag friss évezredben azt is látjuk, hogy van olyan, amikor megállt parancsra az élet, ugye a COVID-19, ami teljesen felborította az életünket, ami a hagyományos iskolai körülményekből kiemelt a gyermekeket, és ugye problémákat okozott azoknak, akiknek nem volt hozzáférése az internethez, amelynek hatására rengeteg ilyen pszichés negatívum alakult
alakult ki, tehát ugye COVID hatásait igazából még mindig csak most vizsgáljuk, a gazdasági hatását, a pszichikai hatását, illetve például az, hogy megemelkedett a kényszerházasságba kényszerített gyerekek száma is világszinten. Tehát ez az új évszázad azt is megmutatta nekünk, hogy fel kell rengeteg kihívásra, fel kell készülnünk. Olyan konfliktusokra is, amelyek ugye nincsenek is messze az országtól. Aztán gondoljuk a globális migrációra. Ezek mind nagyon releváns dolgok, és most történnek körülöttünk. És ez mindez realitás. Ezek során folyamatosan fel kell tennünk azt a kérdést, hogyan tudjuk felhasználni ezt a narratívát ahhoz, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a gyerekek megkapják azt a figyelmet, amire szükségük van, amire jogosultak, és hogyan tudjuk ezt olyan módon tenni, hogy elismerjük őket, mint igazi szereplők, hogy az értékeiket mindig szem előtt tartjuk, és a méltóságukat biztosítjuk. If we want to do that well, ha mindezt akarjuk végezni, akkor keményebb munkára van szükség. Gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelően reagáljunk a kihívásokra, és ténylegesen végrehajtsuk a gyermekek jogait, biztosítsuk, hogy azok garantálva legyenek. Ugye most csak elég sok széttagoltság van, igazságügyi miniszter bizonyos dolgokért felelős, aztán van az oktatásügyi miniszter, akinek megint mások a felelősségi köré, aztán van ugye a szociális kérdésekre, a pénzügyi, a belügyminiszter. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezek a minisztériumok összedolgozzanak, és együttműködjenek, tudják azt, hogy az egyik kéz mit csinál, és a másik kéz mit csinál, hogy egy megfelelő vezetés legyen, összefogja őket, de ugyanezt lehetne mondani a civil társadalomra is. A civil társadalom is igazán széttagolt. Több együttműködésre, nagyobb, erősebb együttműködésre, koordinációra lenne szükség. Ugye vannak alapítványok, akik segítenek abban, hogy ezeket az áramlatokat összefogják, ahelyett, hogy azok szétfoljanak. Nagyon fontos a kutatás, ezt is ki kell emelni. Szükség van az adatgyűjtésre, hogy lássuk az erőfeszítéseinknek a hatását. Ne értsenek félre, rengeteget teszünk, de azért vajon mindig olyan hatékony is, amit teszünk? Ebben olyan nem vagyok annyira biztos. És gondoskodnunk kell arra, hogy ténylegesen elismertek legyenek a gyermekek jogai, hogy megkapják azokat a jogokat, amelyekhez jogosultak. Sokat beszélünk róla, de gondoskodnunk kell, hogy ezek tényleg meg tudjanak valósulni, főleg amikor olyan jogokról van szó, amelyek úgymond kényelmetlenebbé teszik az életünket. Két héttel ezelőtt Hollandiában beszéltem a tanárokkal a gyermekek jogairól, és azt mondták, hogy hát ez azt jelenteni, vagy ezt jelenti, hogy többet kellene beszélnünk a gyerekekkel. Hát ja, és azt mondtam, hogy igen, igen. A gyermekek jogai az azt jelenti, hogy a gyermekek is részei az egyenletnek, figyelembe kell őket venni. Tehát valóban az autoritásnak egy részét, mondát kell adni, meg kell velük osztani, aztán a következő kihívás, amelyre reagálnunk kell, az pedig az, hogy a gyermekek részvételébe sokkal többet kell investálnunk. Mit is jelent ez? Közösen fel kell, meg kell vizsgálnunk, hogy ennek a részvételnek tényleg legyen igazi értelme. Nem csak az jelenti, hogy meghallgassuk őket, tehát a meghallgattatási joga, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig meg kell adni a gyereknek azt, amit ő szeretne, hanem az, hogy komolyan veszik őket a döntéshozatalok. Arról van szó, hogy az ember megindokolja a dolgokat, megmagyarázza, és ezért nagyon fontos az, hogy a bírók is most már gyerekbarát nyelvezeten mondják el az ítéleteket egyre inkább, tehát, hogy a gyermekeknek is megfelelően átmenjen az információ, az üzenet. All right. Yes.
We have to invest more in monitoring. A monitorozásba, és többet kellene investálni. Nagyon örülök, hogy a lengyel ombudsmannal tudtam beszélni, és ott is nagyon hallottam erről, hogy ott milyen kitűnő mechanizmusok vannak, és biztos vagyok, hogy itt és egyéb más közép-európai országokban is vannak ilyen mechanizmusok, de ez igazán kritikus dolog, hogy ténylegesen nagyon fókuszáljunk erre a gyermekek jogainak a betartására, hogy ez monitorozva legyen. És azt gondolom, hogy ezzel csak nyerni tudunk, hogyha ebben jobbak válunk. Végül pedig a gyermekeknek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréséről szeretnék beszélni. Ugye arról beszéltünk, hogy a gyermekek sérülékenyek, függőek, vagy akár a családnak a tulajdonai. Exist because they are human beings. Léteznek a gyermekek, mint emberek. Ez azt jelenti, hogy a narratívának a részei kellene váljuk, és nem csak azért, mert szeretjük őket, mert szívesen vagyunk velük, hanem azért, mert joguk van ehhez. De mégis ez mit jelent a jogorvoshoz való hozzáférésükhez abban az esetben, hogyha nem veszik komolyan a jogaikat? És hát sajnos, ugye most, amikor beszélünk, most is történnek gyermekjogsértések. Tehát mit adunk nekünk? Mit adunk nekünk, hogy ténylegesen betartatásra kerülnek a jogaik, és ez jelenti a hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz. Itt ebben még küzdünk, még csak most kezdtük el felderíteni, hogy mégis ez mit jelent az oktatási környezetben, az igazságszolgáltatásban, a migráció tekintetében. Tehát mindez a gyermekvédelem égisze alatt, ezt fel kell deríteni, mert minden esetre a gyermekeknek joga van a hozzáféréshez az igazságszolgáltatáshoz, abban az esetben, hogy a jogaik sérülnek. És akkor most már sikerül is átlépni a következő szlájdra, és ez lesz az utolsó szlájdom, ígérem. A gyermekjogok megvannak. Örülni kell azok, hogy vannak ilyenek, és ezek tényleg gyakorolni is kell tudni. Új kihívások vannak a 21. században, és ezekre tényleg reagálnunk kell, hogy ebben a realitásban is meg tudjanak valósulni az emberi jogok, és ez egy közös felelősségünk, nem csak az államnak ebben szerepe, hanem mindenki másnak a társadalomban. Mert nagyon könnyű az államra mutogatni, és azt mondani, hogy hú, ez az ő felelősségük, de ott kezdődik minden, hogy mi, mint közösség, mit tudunk kínálni a gyermekeknek, és ezt követően lép a képletbe az állam. A 21. században el kell kerüljük azt, hogy legyenek gyerekek, akik leszakadnak. Senki nem szabad, hogy leszakadjon. Tehát ezt a gyermekek jogai arról szól, hogy minden gyermek ebbe beletartozik, minden gyermeknek vannak jogai, és végső soron az elszámoltathatóságra kell még a hangsúlyt fektetni. Abban az esetben, ugye, hogyha jogsértés történik, akkor biztosítani kellene, hogy a gyermekek legyen hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz, hogy jobb védelmet kapjanak. Ezzel pedig szeretném megköszönni a figyelmüket. Előttünk van még az egész nap, hogyha esetleg kérdéseik lennének. Én is köszönöm. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kedves kollégámat, Tonli Fártot is, abból az alkalomból, hogy ilyen online módon is találkozhatunk. És valóban a gyereki jogok tanítása szakembereknek az egyik alapfeltétele lenne annak, hogy mindenki megismerhesse a gyerekjogokat. A gyermekjogi egyezmény 42-es cikke szerint a részes államok kötelezik magukat arra, hogy az egyezmény elveit és rendelkezéseit hatékony és arra alkalmas eszközökkel a felnőttek és a gyerekek széles körében megismertetik. És abban a módszertani útmutatóban, amely minden kormány számára rendelkezésre áll, a jelentéstételek, 5 évenkénti jelentéstételek elkészítése érdekében, egy külön pont foglalkozik ezzel a kérdéssel, nevezetesen a 19G pont, amelyben azt kérdezik az államok, a részes államoktól, hogy történtek-e intézkedések annak érdekében, hogy az egyezményt és a fakultatív jegyzőkönyveket széles körben megismertessék felnőttekkel és gyerekekkel,
ismeretterjesztés, képzések és az iskolák tananyagába történő integrálás formájában. Tehát azt gondolom, nagyon hangsúlyosan jelenik meg, nem csak az egyezményben, hanem a jelentés tételi kötelezettségben is, hogy vajon az államok eleget tesznek-e annak a kötelezettségüknek, hogy mindenki megismerhesse az egyezményt, aminek nyilván egyik feltétele volna, hogy a szakemberek ismerjék, elsajátítsák és terjesszék azt. Miért volna ennek nagy jelentősége? Az egyik nagyon fontos kérdés értelemszerűen az, hogy ahhoz, hogy az egyezmény ismert és megfelelően alkalmazott legyen, nem csak betű szerinti ismerete álljon rendelkezésre, meg kellene érteni, és el is kéne fogadni mindenkinek, aki gyerekekkel foglalkozik, és hát örömteli lenne, ha ennél szélesebb közvélemény is elfogadná, megismerné, és megértené, hogy miről szól az egyezmény. A másik nagyon fontos dolog az volna, hogy legyen egy olyan közös nyelvünk mindannyiunknak, akik szakemberként gyerekjogokkal, gyerekekkel foglalkozunk, dolgozunk, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazt értsük a különféle kifejezések és hát elvek, gyakorlatok alatt, mert ez nagyon gyakran előfordul, hogy a különféle szakmák képviselői meglehetősen eltérő módon értelmeznek fogalmakat. Nyilván ehhez nagyon sokat segítene egyébként, hogyha a gyerekjogi egyezmény szövegét végre sikerülne pontos magyar fordításban előállítani, mert ez az elmúlt 31 évben nem sikerült, és ezért számtalan olyan fogalom szerepel, például a gyerekek mindenek felálló érdeke az egyezmény magyar fordításában, és így a jogszabályban is, ami értelemszerűen komoly értelmezési gondokat okoz, és egyáltalán nem mondható, hogy megkönnyíteni a gyerekjogi egyezmény alkalmazását Magyarországon. A következő nagyon fontos dolog volna az, hogy a közvélemény, a gyerekek és a szülők is ismerjék a gyerekjogi egyezményt, és ne csak az egyezmény betűjét, hanem hogy valóban ők is értsék, megértsék és elfogadják azt, amiről Liffard professzor beszélt, hogy minden gyereknek születésénél fogva jogai vannak, és ezek a jogok függetlenek attól, hogy hová született, milyenek a körülményei. Ugyancsak nagyon fontos volna azért, hogy megismertessék a szakemberek is, ismerjék és megismertessék az egyezményt, hogy a gyerekek ismerjék a saját jogaikat, ami azt is jelenti egyben, hogy akkor megértik és gyakorolhatják ezeket a jogokat, és szemben a közvélekedéssel, amelyik mindig a kötelezettségeket szeretné először megismertetni a gyerekekkel, a gyerekjogok ismerete az nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek pontosan értsék, hogy nekik, ha a saját jogaikat gyakorolhatják, az egyben azt is jelenti, hogy tiszteletben kell tartani mindenki másnak a jogait is, gyerekekét és felnőttekét, hiszen ezek a jogok mindenkit megilletnek. És nem utolsó sorban, erről is szó esett már, egy olyan gyerekbarát, felhasználóbarát nyelvezet megteremtését is tenni ez lehetővé, amit nem csak a szakemberek értenek, hanem a laikusok, a gyerekek, a szülők is. Ez elsősorban ugye annak a jogi nyelvezetnek, vagy szakmai nyelvezetnek az egyszerűsítését és közérthetővé tételét jelenteni, ami nagyon sokat segítene valamennyiünknek egyébként abban, hogy a hivatali nyelvet jobban értsük, a feladatokat, a jogokat, illetve a kötelezettségeket, hiszen nagyon gyakran fordul elő, hogy az érintettek, gyerekek, szülők, vagy más szakmák képviselői egyszerűen nem értik azt a fajta nyelvezetet, amin megfogalmazzák akár a jogszabályokat, akár azokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és feladatokat. A Quincy Egyetem, Belfasti Queen's Egyetem az UNICEF felkérésére, illetve velük közösen egy felmérést végzett 26 országban arról, hogy a gyerekjogokat hogyan oktatják, illetve mennyire terjedt el az iskolai képzés. Na most, ha megnézzük az egyezményben foglalt kötelezettségeket és a jelentési kötelezettségeket, akkor azt szomorúan kell látnunk, hogy sajnálatos módon minden jó hír ellenére ebben a tekintetben nincsenek nagyon jó hírek, hiszen a 26 országban végzett felmérés azt mutatta, hogy összesen 11 országban van tantervi előírás a gyerekjogok oktatására, 7 országban részben érintik a gyerekjogokat, és a vizsgált országok közül 15-ben semmiféle nyoma nincs a gyerekjogok oktatásának, ami egyben nagyjából azt is jelzi,
hogy a szakemberek, a gyerekekkel foglalkozó szakemberek, itt elsősorban a pedagógusok mennyire kapnak felkészítést vagy segítséget ahhoz, hogy ők maguk ismerjék a gyerekjogokat és azokat a módszertani feladatokat, amelyeknek ennyinek megtanítása igényelne. Az összefoglalója a kutatásnak azt mutatja, hogy nagyon nehéz elérni azt a politikai támogatást, ami ahhoz kellene, hogy a szakemberek és a gyerekek megkapják a megfelelő információkat, ami nyilvánvalóan nem csak a sima ismertetést, hanem a készségek és a gyakorlati alkalmazás elsajátítását is jelenteni. A legtöbb országban nincsenek olyan jogszabályok, és sajnos politikai támogatás sem, amely törvénybe iktatná a gyerekjogok oktatását, akár a szakemberek, akár gyerekek, vagy a szélesebb közvéleménnyel való megismertetés érdekében. Azt mutatta a vizsgálat, hogy a tanárokkal folytatott munka, és itt természetesen nem csak tanárokkal, hanem minden más gyerekekkel kapcsolatba kerülő szakember esetében fontos volna, hogy az ő tudásukat, motivációjukat, hozzáállásukat alapul kell vennünk, hiszen ezek megváltoztatása nélkül nagyon sokszor nem lehet elérni, hogy a gyermeki jogokat tiszteletben tartsák, illetve értsék, hogy miért volna nagyon fontos, hogy ezeket maradéktalanul és a maguk komplexitásában alkalmazzuk. És nyilvánvalóan fontos volna megerősíteni őket abban a szerepükben, amely azt jelenti, hogy ők az elsődleges frontvonalban lévők, akik a gyerekjogokat nem csak megismertetni, hanem a maguk példájával alkalmazni is tudják. Nagyon fontos azt is tudomásul vennünk, hogy a gyerekjogi nevelésnek nem kellene önálló tantárgyként megjelenni, hiszen számtalan olyan tantárgy és program van az óvodákban, iskolákban, ahol abszolút integrálható lenne a gyerekjogi nevelés, arról nem is beszélve, hogy szerencsés esetben ez alapvető, hogy úgy mondjam, része az iskolai, óvodai kurikulumnak, de nem csak a tanításénak, hanem a gyerekekkel való munkának, a gyerekekkel kapcsolatos viselkedésnek, és akkor nem kell önállóan oktatni, hanem ez szerves részévé válik a munkának, és integrálódik különféle egyéb területekre. Nagyon fontos volna az is, hogy tudomásul vegyük, hogy a gyerekjogi nevelés egyik akadálya, hogy nagyon sokféle megközelítés, értelmezés van, nagyon sokan idegenkednek, ellenkezik a meggyőződésükkel, nem egyszer az ideológiai megközelítésükkel, az a fajta megengedő és a gyerekek jogait mindenek elé helyező szempont, amit az egyezmény megkíván. Ugye, amit Clifford professzor említett például a gyerekverés esetében, nagyon komoly viták folynak erről, de legalább ilyen komoly vita folyik arról, hogy vajon a jogokat, azokat garantáljuk-e minden megszületett gyereknek, vagy kössük őket kötelezettségekhez, hiszen azt találták a kutatás során is, hogy nagyon gyakran a kötelességekhez, és nem a jogokhoz kötik a képzési anyagokat. Egy nagyon izgalmas nemzetközi kezdeményezés volt néhány éve, amely azt tűzte ki célul, hogy legyenek elektronikusan elérhetők mindazok a képzési anyagok, amelyek ma a világban különféle helyeken használatban vannak, hogy készüljenek olyan univerzálisan használható modulok, amelyek vagy önmagukban, vagy adaptálásuk szerint használhatók, és hogy jöjjön létre egy olyan hálózat és együttműködés, amelyik összeköti mindazokat, akik gyerekjogi képzéseket szeretnének szakembereknek nyújtani. Sajnos ez a nemzetközi kezdeményezés részben elhalt, miután 15 után nem kaptak finanszírozást, de a kisgyerekkori ellátások, illetve jogok vizsgálata keretében tovább folynak azok az erőfeszítések, amelyet nagyon sokan, köztük a Gyerekjogi Bizottság korábbi tagjai, mi magunk is szorgalmazunk, és nagyon reméljük, hogy ennek lesz esélye, hiszen a Gyerekjogi Bizottság és az Emberi Jogi Főbiztosság is nagy erővel támogatta ezt a kezdeményezést. Na most néhány nemzetközi, illetve magyar gyakorlatról szeretnék nagyon röviden beszélni. Az Európa Tanács Építsünk egy Európát a gyerekeknek és a gyerekekkel programjába, keretében nagyon sokat tett és tesz azért, hogy megismertesse a gyermeki jogokat és azok alkalmazási lehetőségeit. Egy új kezdeményezés kifejezetten jogászok, illetve joggal foglalkozók számára indul
a 2022-27-es gyerekjogi stratégia keretében. Ez a HELP emberi jogi program, ami ingyenes online képzéseket fog biztosítani mindenki számára, aki érdeklődik, de elsősorban a jogászokra fókuszálva. Egy másik nagyon fontos kezdeményezés volt, ami szerencsére Magyarországon is igen népszerűvé vált, ez a Kis Kompassz, kézikönyv a gyerekek emberi jogi neveléséhez szakemberek számára, amely 2009-ben jelent meg először magyarul, és magyarul is, és 2022-ben a bővített, újrafordított kiadás is megjelent. Ez letölthető az Európa Tanács Ifjúsági Központjának a honlapjáról, és nagyon nagy öröm volt ebben dolgozni, mert azt gondolom, hogy ez az egyik olyan kézikönyv, amelyik nagyon sokat segít elsősorban pedagógusoknak, szociális szakembereknek, de minden érdeklődőnek abban, hogy a gyerekekkel meg tudják ismertetni az emberi és a gyermeki jogokat, és egyben ők maguk is nagyon jófajta ismereteket, készségeket, gyakorlatot szerezzenek ebben. Az Európai Unió, amelyik ugye idén márciusban hagyta jóvá a gyermekjogi stratégiáját, és igyekszik olyan programokat biztosítani jelenleg éppen a fejlesztési együttműködés során, ahol online képzési programokat biztosít azért, hogy a gyerekjogokat minden fejlesztési cél megvalósítása esetén a középpontba lehessen helyezni, és az UNICEF-fel közösen elkészített két olyan képzési modult, ami hozzásegíti a fejlesztési programban, együttműködési programban résztvevőket, hogy értsék, hogy hogyan lehetne a gyerekek szempontjait minden egyes program megvalósítása, tervezése, megvalósítása során, és aztán monitorozás során is érvényesíteni. Ugye a nemzetközi képzések sorából nem függetlenül Lifár professzor kedves kollégám jelenléte okán a Leideni Egyetem kiváló Masters programját írtam be elsőnek, amelyik négy területe fókuszál: család és gyerekek, migráció, fiatalkorok, igazságszolgáltatása és a digitális technológiák, és ez a Masters program ez angol nyelven érhető el, lehet rá jelentkezni, és nagyon kiváló program. Ugyancsak nagyon izgalmas a Genfi Egyetem gyerekjogi képzési központjának többféle képzése is, ebből kiemelném azt az interdisziplináris bevezetést a gyerekek emberi jogaiba online programot, amely ingyenesen elérhető a Coursera-n, tehát hogyha valakit érdekel, akkor ezt el tudja végezni, és nem kell fizetni érte, csak akkor, hogyha bizonyítványt is szeretne, akkor valami minimális pénzt kell fizetni, hogy kapjon írásbeli elismerését annak, hogy elvégezte. De egyébként a nyári egyetem is a gyerekek jogairól rendkívül népszerű és nagyon izgalmas interdisziplináris képzést nyújt, ahogy nekik is van gyerekjogi diploma, illetve továbbképző programjuk. A Kolozsvári Babesbolyai Egyetem szociális munkás tanszéke is elindított egy master's programot, ami tagja az Európai Gyermeki Jogok Hálózatának. Ez egy 4,5 éves program, rendkívül átfogó és nagyon izgalmas témákat ölel fel. Többek között kutatási módszertant és terepgyakorlatot is tartalmaz annak elősegítésére, hogy a gyermeki jogokkal foglalkozók később aztán ezen a területen dolgozzanak. A Stretch Clyde Egyetem úgy szintén biztosít egy 6 hetes ingyenes online képzést a gyermeki jogi egyezmény feldolgozása alapján, de a King's College és az említett Queen's Egyetem Belfastban is kiváló kurzusokat nyújt. Azért tettem be ide néhány amerikai programot is, hogy lássuk, hogy noha nem nevesítettük, az Egyesült Államok ugye aláírta, de nem ratifikálta az egyezményt, aminek sokféle itt most nem tárgyalható oka van, de nagyon fontos, hogy nagyon erős az a gyerekjogi mozgalom az Egyesült Államokban, amelyik annak ellenére, hogy nem került ratifikálásra az egyezmény, az alkalmazását fontosnak tartja, és nagyon neves egyetemek, így a Harvard vagy a Columbia is kiváló képzéseket nyújt szakembereknek annak érdekében, hogy a gyermeki jogokkal megismerkedjenek, vagy akár az Ausztrál Egyetem, ahol természetesen persze ratifikálták az egyezményt. És nagyon röviden a magyarországi képzésekről,
büszkén magam is tanítok az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében, ahol jogi szakokleveles gyerekjogi szakember képzés folyik, nagy népszerűségnek örvend szakemberek számára, és rendkívül izgalmas találkozni azokkal a területen dolgozó kollégákkal, elsősorban jogászokkal, de szociális szakemberekkel is, akik rengeteg féle tapasztalattal tudnak visszajelzést adni arról, hogy mennyire hasznos volna, ha már az alapképzésben is sor kerülne a gyerekjogi képzése, hiszen sajnálatos módon ma még nem ez a helyzet a magyar egyetemeken. Az UNICEF nagyon népszerű ébresztőóra programja, amelyik szociális szakembereknek, pedagógusoknak és más önkénteseknek is képzéseket tart azért, hogy aztán ezt megismertessék gyerekekkel a kiképzett önkéntesek iskolai körülmények között. A gyerekjogi képviselők is meghirdettek gyerekjogi képzést, gyerekjogi képviselők és más szakemberek számára, ahogy az SOS Gyermekfalu Alapítvány is, egy nagyon izgalmas 8 országban párhuzamosan történt az EU által támogatott programban olyan gyerekjogi képzést kínált a szakembereknek, ami kifejezetten az alternatív gondoskodásba élők gyerekek jogaira fókuszál, több mint 800-an vettek ebben részt. A digitális jogokról a Hintalov Alapítvány ad képzést, illetve nyújt képzést különféle szakembereknek, és a mi egyesületünk is egy korábbi EU-s program keretében, a Van Jogod program keretében készítette el azokat a programokat szülőknek, gyerekeknek és szakembereknek, amelyeket könyvek is támogatnak, és nagyon örülünk, hogy ennek keretében meg tudtuk jelentetni ezelőtt 10 évvel a kézikönyvet a gyerekjogi egyezmény alkalmazásához, ugye, ami egy 1000 oldalas kézikönyv, és hát persze nagyon jó volna, hogyha volna most már annak megújult és felfrissített változata is, akár nemzetközi, akár hazai vizeken. Mi a célja a szakemberek képzésének? Az elsődleges célja az volna, hogy ismerjék és alkalmazzák az egyezményben foglalt elveket, és a felnőttekre, az államokra vonatkozó kötelezettségeket is, mert nagyon gyakran ez nagyon hiányzik. Tehát egyszerűen úgy tűnik, mintha még ha az elvek ismertek is volnának, hogy ezekből milyen kötelezettségek vonatkoznak az államra, illetve a gyerekeket nevelő, vagy velük dolgozó, foglalkozó felnőttekre, ez mintha még inkább hiányozna az ismeretek sorából. Fontos volna a szakemberek képzése azért, hogy ők megismertethessék a gyerekekkel a jogaikat, és egyben együtt segítsék elő ezek érvényesülését és alkalmazását. És persze, hogy osszák meg az ismereteiket minél szélesebb körben, politikusokkal és szakpolitikusokkal, a médiában, ahol nagyon sok félreértés kering ez ügyben is, hogy mindenki ismerje és alkalmazza a gyerekjogi megközelítést és a gyermeki jogokat, a különféle programok, szakpolitikák, képzési anyagok elkészítése, majd azok gyakorlati megvalósítása során. Mit szeretnénk elérni? Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki számon kérhetően felelősséggel tartozzon az emberi és gyermeki jogok alkalmazásának biztosításáért minden országban, így nálunk is, az alapelvek tiszteletben tartásával és komolyan vételével. Még egyszer szeretném elismételni azt, ami már elhangzott Liffard professzor előadásában. A diszkriminációmentes, befogadó, minőségi élethez, fejlődéshez, identitáshoz való jog biztosítása, ugye ez az elvek közül, a 3P közül a promóció, a promotion. A mindenfajta bántalmazástól, erőszaktól, visszaéléstől, kínzástól és megfélemlítéstől való védelem nyújtásával, ugye ez a védelem, a protection. A gyerekek, mint egyenrangú polgárok részvételi jogának, véleményük kifejtésének és azok figyelembevételének biztosításával, minden őket érintő kérdéssel, ugye ez a 3. P, a participáció, és a 4. nagyon fontos, de sajnos Magyarországon még mindig sokszor félreértelmezett, mint említettem, a félrefordítás okán is félreértelmezett elv, a gyerekek legjobb, legfőbb érdekeinek figyelembevétele minden döntés meghozatalakor, és a jogalkotók figyelmét szeretném itt is felhívni, hogy ugye a best interests az egyezményben az legfőbb, legjobb és többes számban van, tehát nem csak egy érdeke, hanem több érdeke is van, illetve lehet a gyerekeknek. Milyen kihívásokkal nézünk szemben? A gyerekek akkor ismerik a jogaikat, és úgy élhetnek velük, hogyha
mi felnőttek, akik körülöttük vagyunk, ugyancsak ismerjük a saját jogainkat, és a gyerekek jogait is. Ha a felnőttek úgy érzik, hogy nem gyakorolhatják a saját jogaikat, ha nem ismerik egymás jogait, sőt, ha nincsenek is tisztában sem a saját, sem mások jogaival, vagy éppen úgy gondolják, hogy ezek nem illetnek meg mindenkit, akkor értelemszerűen nem ismerik, vagy nem ismerik el, és tisztelik a gyerekeket, és az ő jogaikat sem. A gyerekek nem abból tanulnak, amit mondunk nekik, hanem abból, és abból a mintából, amit a körülöttük élő felnőttek viselkedéséből, életmódjából, reakcióiból látnak és tapasztalnak, és ezért rendkívül fontos, hogy azt lássák és érzékeljék, hogy a felnőttek tisztelik saját magukat és másokat, ismerik és tiszteletben tartják az emberi jogokat és a gyermeki jogokat, és ez volna a legjobb formája a tudás és a készségek átadásának, a gyermeki jogok érdemi alkalmazásának. Nagyon köszönöm a figyelmet!